79 millió forint értékben 300 méter hosszan megújult a Bocskai István körút teljes szakasza, két busz megálló és a járda egy része. Jelenleg a burkolati jeleket festik. Előzőleg cserélték a közművezetékeket is, emiatt a forgalomkorlátozás hosszú ideig eltartott. Bokányi Adrián megköszönte a lakók és az erre közlekedők türelmét. Folytatódnak a parkolóépítések. A Stromfeld lakótelepen elkészült egy újabb félköríva a garázssoroknál, így már 25-tel nőtt a parkolóhelyek száma. Az Éhen Gyula téren halszálkás és térköves várakozóhelyek létesültek, összesen 14. A Nádasdi és Semmelweis utcák sarkán a lebontott régi raktárépület helyén elkezdődött egy új parkoló kialakítása, ami megkönnyíti majd a MÁV rendelőbe érkezők és a környéken lakók dolgát is. Egy héten belül elkészülhet. Nagyjából 30-35 autó befogadására alkalmas parkolási területet tudunk ott kialakítani egy úgynevezett antigolitos feltöltéssel. Ez 3,2 millió forint plusz áfa költségből tud megvalósulni, és a jövőben akár gondolkozunk majd ennek a továbbfejlesztésében is, akár betonozott parkoló szempontjából, akár mondjuk a további épületek lebontásával ez bővíthető is lenne. Május közepén kezdődik a Bárdosi Német János utca újabb járdaszakaszának felújítása az Élmunkás utcáig. Várhatóan júliusban indul a 11-es huszárutat és a Lovas utcát összekötő új út építése, közvilágítással, egyik oldalon járdával és gyalogátkelővel. A tervek már készen vannak, a kivitelező kiválasztása következik. A TOP Plus programban tervezik három utca felújítását. Be van tervezve az, hogy egy csomagban a Koncz János utca, az Ötvös és a Garai utcák meg tudnak újulni. Ez egyébként a Koncz János utca esetében az útburkolat megújításán és a járda felújításán túl a csapadékvízelvezető rendszereknek a kiépítését is jelenteni fogja. Megújul a 11-es huszárúti tömbbelsőben lévő játszótér, a Stromfeld lakótelepen pedig pihenőpark létesül.